A forrás adásaiban hónapról hónapra arról beszélgetünk, arról tanítunk, azt hozzuk közelebb a kedves tévénézőknek, hogy Istennek milyen nevei, milyen méltóságjelzői vannak. Most így nagypéntek este a megváltó fogalmáról gondolkozunk. És ehhez legelőször azt kell megértenünk, hogy mit jelent ez a fogalom megváltani valakit. Abban a korban, amikor Jézus élt, rabszolgatartó társadalmakról tudunk, és nagyon sok olyan rabszolga volt, aki az adósság miatt került rabszolgasorsba. Nem tudta kifizetni az adósságot, és ezért dolgozni kellett érte. Ismerjük ezt ma is, hiszen nagyon sok ember tartozik bankoknak, esetleg tartozik ismerősének, de ma már nincs ilyen, hogy le kéne dolgozni. Ha nem tudja visszafizetni, akkor lefoglalják a vagyonát. Ha nincs vagyona, akkor nem tudja visszafizetni. Ekkor jött az az ókorban, hogy eladták rabszolgának, és az árát fizették oda annak, akinek tartozott. És amikor valaki jött, és kifizette az adósságot, és kiváltotta ezt a rabszolgát a rabszolgasságból, ő volt a megváltó. Ő volt a góél. Ő volt az, aki visszaadta a szabadságot ennek az embernek. Megváltás tehát azt jelenti megvásárolni valakinek a szabadságát, és ajándékba adni neki. A Biblia arról szól, hogy Jézus Krisztus váltságdíjat fizetett az emberért. Kifizette az ember adósságát, kifizette, hogy ne tartozzon. Nem veszendő dolgokon, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg atyáitoktól örökölt hiába való életetekből, hanem drága véren, a hibátlan és szeplőtelen báránynak, Krisztusnak a vérén, írja Péter apostol. A kereszténység megváltás fogalmához, tehát a váltságdíj fogalma is szorosan kapcsolódik. Jézus Krisztus megfizette az árt, a bűntől és a bűn következményeitől megváltott minket. Hallomásból ismerős a kereszténység történetében élő nem vallásos emberek számára is, hogy a kereszténység fő tanítása Jézus Krisztus kereszt áldozata váltság halála. Tehát miért kellett megváltani az embert? Nem lett volna más módja, hogy Isten megoldja ezt a kérdést? Először is azért van szükség a megváltásra, mert az ember bűnös életet él. Célt tévesztett az élete. Nem azt teljesíti, nem azt teszi, nem úgy él, ahogyan az eredeti rendeltetése lenne. A céltévesztettség azt jelenti, hogy az ember nem Istennek engedelmes, Istennek tetsző életet él, ahogyan azt az Isten a teremtéskor kigondolta, hanem engedetlenné vált. És ott a bűneset történetét talán minnyáján tudjuk, nem történik nagy dolog, csak Isten azt mondja, hogy egy fáról ne egyél, és az ember arról eszik. Ez az engedetlenség ettől kezdve öröklődik. És ott elhangzik az ítélet is, hiszen amikor Isten azt mondja erről a fáról ne egyél, akkor azt mondja, hogy ha eszel, meg kell halnod. És mindenki félreérti, mert az ember nem hal meg a földi élet számára, hiszen él tovább Ádám és Éva, de Isten számára és az ő számukra Isten meghal. Megszűnik a kapcsolat Isten és ember között. Ezért kell megváltani az embert. És azért, mert Isten nem tudja eltörölni az eredeti törvényt, hogy a bűn zsoldja a halál, és hogy valakinek meg kell halnia a bűnért, és ezért egy csodálatos megoldást választ. Azt választja, hogy az ember bűnét nem hagyja büntetlenül, de a büntetést ő veszi magára. Mint abban a történetben, amiben egy királyi országban valaki elkezd lopni, és a király azt mondja, hogy aki, ha megtalálják a tettest, akkor 100 bodütést kap. És aztán kiderül, hogy a király legkisebb fia volt. Egy 5-6 éves gyermek, aki nem tudta, hogy mit csinál. A király törvénye azt mondja, hogy meg kell 100 bodütést kapni a tolvajnak,
és közben pedig tudja, hogy ez a gyermek nem él túl. És akkor előáll a legidősebb gyermek, a 20 éves fiatalember, és azt mondja, apám, engem verjetek meg helyette. Ő kibírja ezt a büntetést, túléli, a gyermek megmenekül, és a királyi törvény nem esik csorba. Valami hasonló történik, amikor Isten önmagát áldozza oda a fiában megváltóként. És ez az áldozatnak olyannak kellett lenni, ennek a büntetésnek olyannak kellett lenni, ami a legbűnösebb ember büntetésének felel meg, hogy a legbűnösebb embert is megváltsa. És ez akkor, amikor Jézus élt, ez a büntetés, ez a kereszthalál volt. Érdekes aktualitása van, hogy éppen nagypénteken nézhetjük ezt az adást, és tudunk erre gondolni, hogy Jézus Krisztus meghalt a kereszten, a gonosztevők büntetését hordozta el, hogy nekünk életünk lehessen. Mert Isten meg akarta győzni az embert az ő szeretetéről. Hogy sokan kérdezik, hogy ennek a jó embernek miért kellett meghalni, miért kellett Jézusnak meghalni, ha ilyen csodálatos valaki volt. És a válasz pont ez. Nem azért halt meg, mert ő ilyen csodálatos ember volt, hanem azért halt meg, hogy helyettem elhordozza a büntetést. Ez a csoda különlegessége, ez az áldozat felfoghatatlansága, ez maga a megváltás. Jézus Krisztus a megváltó. És talán a kedves tévénézők is láttak már olyan autókat, amelyeknek a hátulján egy hal szimbólum volt. Talán azok teszik ki ezt, akik Jézus Krisztus a megváltójuknak tartják, hiszen ez a szimbólum. Görögül ez a szó azt jelenti, hogy ichtüsz, a hal, és ennek az egyes betűire egy-egy görög szót, ha olvasunk, az a magyar mondat jön ki, hogy Jézus Krisztus, Isten fia, megváltó. Gyülekezetünkben az idei áldozó csütörtökön egy agapé úrvacsora alkalmat tartottunk, amelyen megemlékeztünk az utolsó vacsoráról. Jézus szenvedésének értelmét igyekeztünk közelebb hozni a gyülekezet tagjaihoz. Hálát adtunk a kenyérért, amely a mindennapi adományt, az élet mindennapos adományát jelentette. Hálát adtunk a szőlőért, ami a hosszú távú tervezésre utal, hiszen aki szőlőt ültet, az nem egy-két évre gondolkozik, és hálát adtunk a borért, ami Isten csodálatos áldását jelentheti. Téged illet a dicsérő, ó Isten, a Sionban. Neked teljesíték a fogadalmakat. Te hallgatod meg az imádságot, hozzáfordul minden ember. Előtt vettek rajtunk a bűnök, de te megbocsátod lépkeinket. Boldog, akit kiválasztasz, és közeledbe engedsz, hogy udvaridban lakozzunk. Hadd teljünk be házad javaival, templomod szentségében. Gondoskodsz a földről, megöntözöd, nagyon meggazdagítod, Isten patakja tele van vízzel. Gabonában látod el az embereket, így gondoskodsz a földről, parasztáit megitatod, göröngyeit elenyengeted, zárkó esővel borhanyítod, növényzetét megállod. Megkoronázod az évet javaiddal, és nyomaidon bőség fakad. Legelős sarjadnak a pusztán, újongás övezi a halmokat. Nyájak lepik el a legelőket, a bölgyeket gabona borítja, újonganak és énekelnek.
megitatnak minden mezei vadat. A vadzamarak csillapíthatják szomjukat. Fölöttük vannak az égi madarak, sűrű lombok között énekelnek. Megöntözött onnan feltről a hegyeket, alkotásaid gyümölcsével jól tartod a földet. Füvet csarjasztasz az állatoknak, növényeket a földművelő embernek. Hogy kenyeret termeljen a földből, és bort, ami felvidítja az ember szívét. És ragyogóbbá teszi arcát az olajnál, a kenyér pedig erősíti az ember szívét. Jézus és a tanítványai a páska vacsorát ünnepelték az utolsó vacsora alkalmával. Akkor az volt a szokás, hogy háromszor adtak hálát a kehelyért, a borért, és a harmadik hálaadás az a megváltásért. Istennek azért a szeretetéért volt, hogy kihozta őket, kiszabadította Izrael népét Egyiptomból. És amikor a harmadik hálaadáshoz, a pohárért való harmadik hálaadáshoz érkeznek, akkor Jézus nem annyit mond, amit akkor szoktak, hanem azt mondja, ennek a harmadik kehelynek sokkal több jelentése van. Ez az ígéret egy új szövetségről szól, Isten és ti közöttetek. Egy új ígéret arra a szabadságra, amit az én vérem által kaptok. E poháram az új szövetség az én vérem által. Hallgassátok meg az úrvacsorának a szereztetés igét, amit azokat a megszokott helyről, a Korintusbeliekhez írott első levél 11. részéből olvasom. Azon az éjszakán, amelyen elárultatott, Jézus Krisztus vette a kenyeret, hálátadva megtörte, és ezt mondta, vegyétek és egyétek. Ez az én testem, mely ti értetek megtöletik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemben. Hasonlóképpen vette a poharat, miután vacsoráltak, és ezt mondta, a pohár az új szövetség az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek a kenyeret, és isszátok a pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Amen. Nagy péntek üzenete. Éppen annak a napnak, amire ma emlékeztek a keresztények szerte a világon, Jézus Krisztus megváltó halála megtörtént. Jézus Krisztus meghalt a kereszten, felvette bűneinket, elhordozta. Ahogyan az utolsó szavával mondja a kereszten, elvégeztetett, elvégezte azt, amiért Isten küldte. A megváltás tehát a bűnbocsánat, a szentség, a megigazulás, a szabadság, az örökbefogadás és a békesség együttese. Jézus beteljesítője mindannak, ami a húsvéti vacsorában megjelenik. Ő az élet kenyere, Isten ígérete az életünkre nézve. Ő az a vér, amit az egyiptomi ajtó félfákra kent a nép, mielőtt kiszabadult. Jézus által is beteljesült ez. Ő a bárány vére, akit érettünk áldoztak. Van egy világhírű magyar popénekes, aki énekel erről, a megváltásról, a megváltóról. Figyeljünk oda, hogy mit is mond erről. Megálmodtuk minden álmunk, és álmatlanul egyre csak vártunk, váltottunk hitet, mint más az ingét. Most megjött, és nem kell több bizonyíték. Ünnepe forró, asztal a dús, a pándor hazatér, örvend a bús. Kísérd szemedet, emeld az égre, sóhajts fel lassan, köztünk vagy végre. Én hiszem és tudom, hogy ő a megváltó, akire vártunk, az öröm hírhozó. Oh-oh. Számoltuk sorra a múló napokat, a reményen kívül semmink nem maradt, de most, hogy ő szólít, mondja a nevedet, érzed, micsoda erő a szeretet, ünnepe forró, asztal a dús, a vándor hazatér, örvend a bús,
kísért, szemedet emeld az égre, sóhajts fel lassan, köztünk vagy végre. Én hiszem és tudom, hogy ő a megváltó, akire vártunk, az öröm hírhozó. Igen, én hiszem és tudom, hogy ő a megváltó, akire vártunk, az öröm hírhozó. Hogy is hangzott az utolsó sor? Én hiszem és tudom, hogy ő a megváltó, akire vártunk, az örömhírt hozó, mert a megváltás ténye örömhír, a megváltás valósága csoda. Téged is meg akar váltani, hogy megszabadítson abból a rabságból, amiben minden ember beleszületik. Jézus Krisztus megváltó. Nemrég megadatott számomra az a szomorú valóság, hogy láthattam egy ember egészségének a leépülését egészen a halálig. Áttétes rákból kifolyólag egy középkorú hölgy pár hét alatt a nincs túl jó bőrben állapotból eljutott az elhunyt állapotig. Az utolsó két héten a legkifejezőbb szó, ami eszembe jut a betegség lefolyásáról, hogy a páciens elfogyott. Eleinte ismerősünk még felkelt, ült, beszélgetett velünk, aztán már csak feküdt, lesoványodott, beesett az arca. Később összegombolyodva pihegett az ágy közepén, mintha egyre kisebbé vált volna. Talán így készült hozzá ahhoz, hogy elmenjen a világunkból. Ahogyan az élet egyre kevésbé volt jelen benne, úgy csökkent a térben elfoglalt helyének a mérete is. Fájó volt látni ezt a fajta leépülést. Dühös voltam, mert nem tudtam semmit sem tenni, hogy változtassak ezen a helyzetem. Teljesen tehetetlennek éreztem magam. Így húsvét közelettével a gyász folyamatában nem hagy nyugodni ez a gondolat. Méghozzá az, hogy Jézus is ezen a folyamaton ment át. Ahogy megverték, megalázták, kínozták, egyre inkább fogyott ő belőle is az élet. A különbség az, hogy Krisztus esetében nem egy betegség okozta mindezt. Nem kísérte a folyamatot szellemi leépülés, nem kapott a fájdalmára morfiumot sem. Miközben a fizikai elmúlást áttélte, közben végig tudatánál volt. Én személy szerint bármit megtettem volna azért, ami a hatalmamban áll, hogy változtassak ismerősöm állapotán. Jézusnak emellett elégett volna csak szólnia egy szót az atyának, hogy feladja őt. Hogy azt mondja neki, hogy nem kell többet szenvedned. Elmúlt volna a fájdalom, a szenvedés. Véget vetett volna minden kínjának. De nem tette. Inkább meghalt. Meghalt értünk. Az eszemmel ezt megértem, hiszen le van írva a Bibliában, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta érte. De látva az elmúlást, látva azt, hogy valaki élőből halott lesz, látva azt, hogy mit vállalt fel Krisztus értünk, még mindig felfoghatatlanul végtelen az a szeretet, amit Isten iránt utalmasított. Mindezek után belegondoltam abba, hogy szembesülni az élet végével roppant fájdalmas dolog. Nem igazán szeretném újra átélni, még akkor is, hogyha tudom, hogy lesz ilyen az életemben. De Krisztus nem csak látta ezt, ő átélte. Átélte és belehalt. Ő végigment rajta. Amikor a szeretetről beszélünk, szeretnünk valami romantikus, rózsaszín, csöpögő, szirupos képet felfesteni magunk elé. Látva az elmúlás folyamatát, az áldozatot, amit ez jelent, most ez a kép jön elém a szeretetre gondolva. Ez más. Nem olyan, amiről szoktunk beszélni általában. Nem szép, nem idilli, de emlékezetes, és leginkább megváltoztat. Krisztus pedig azért jött el a földre, hogy megváltoztasson minket szeretete által. Ha valaki találkozik Krisztussal, akkor nem tud változás nélkül tovább menni. Idén húsvétkor arra bátorítok mindenkit, hogy gondolkozzon ezen, és vizsgálja meg az életét, hogy változott-e. Hogy hagytuk-e Istent minket formálni. Thank you.